De már te nem jöttél vissza. Aha. Most megjelent a én, te már nem vagy a pultnál. Hát én de mobilból hallak. Egyébként nem. Igen. Valami kijön, Pali, de rettenetesen halkan. Tehát a csatorna élő, mert a hang, de nem lehet hallani, amit mondasz. Tehát azt mondja a Zsolt, hogy valami megy ki, csak nagyon halk. Tehát, hogy élő a csatorna, csak a hangszintje rendkívül alacsony. A keverőpultnál ott, vagy keverőpulttól a hang, ahogy oda megy neked, az jó, Sami, vagy azt nem tudod. Azt mondják itt, hogy És te a számítógépemből hallasz, vagy hallotok? én a mobilodról hallak, Aha. a Sami az pedig Sami az pedig hall a hall fejhallgatóján, fejhallgatóján a fejen a számítógépet, a notebookot. akkor itt működik. Szuper. Igen. Oké. Szia, beszélek. Itt vagyok Marosvásárhelyen. És a telefonom is be van kapcsolva, tehát lehet, hogy abból hallasz. Letegyem a telefont? Én a laptopból nem hallok semmit.
kapcsolt, nagyon hangos minden köszönetben hallat. Hát, hogy a mobil miatt, de hát, hogyha vagy nem olyan jó. Vagy a mobil rúdnak a hangszóróját kapcsolatban, hogy a... Én most rátettem a mobilomnak a hangszóróját fülesre, hogy ne zavarjon be a laptopnak a hangjába. Akkor most kérdezem, itt hallgatjuk lehet, de amikor a itt vagy vonalba, hogy hogy hallasz bennünket? Danikota azt írja, hogy én nagyon halk vagyok. Igen. Tud ezen változtatni, Tami? Aha. Akkor még megnézzük. Hát, ha tudunk valamit. Buterálni rajta. De hát... Most egyfolytában beszélek, és akkor nézd már meg, hogy fog-e hangosodni. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, így hangosabb le? Kezd jönni a hangod, igen, húzzátok még föl. 1, 2, 3, 4, így jobb lett? Kezd megjönni a hangod, igen. Aha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ezzel nem tudom, a génnel lehetne, csak azt nem tudom, hogy hogy kell bele nyúlni. 1, 2, talán ez. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, három, négy. Egyre jobb. Így most jó? Hát... lényegesen jobb, ez már érthető, mondjuk ha lehet még rátenni hangerőt, akkor lehet, hogy jobb, de egy, ezt kettő, már lehet hallani. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ezt én most már mikrofon füles most nélkül hallom. Akkor ez így talán... Bízom benne. Akkor leteszem a telefont. Köszi. De a... Bocs, csak maradhatna. Akkor visszahívlak. Mert én meg abból hallok. Ja, akkor nem hallasz engem? Akkor nem hall. Jó. A telefont esetleg, ha visszatudnád... Nálad, hogyha nem szól a hangszóró, az jó, de viszont én nálam kellene, mert csak a Saminál, a videópultnál szólsz. Azt meg nem hallom. Igen. Most így jó? Igen, tökéletes. Így jó lesz. Jó. Hát lassan el is értük a 6 órát. De már élő adásban. Úgyhogy akkor egy kicsit korábban kezdjük. Jó? De azt is lehet, hogy berakod még Sami azt a reklámanyagot, vagy pedig azt is lehet, hogy akkor megvárjuk most a 6 órát, rendben. Egy, kettő, három, négy. Jó, még a fülembe vagy, az jó. 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 Akkor ez lesz.
Hát, bízom benne, hogy igen. Nem a laptopból, hanem a mobilodból, mobilomból.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Ez a mai este egy rendhagyó és egy különleges este, ugyanis van egy kedves barátom, vendégem, aki éppen Erdélyben van. Szeretettel köszöntelek, Zsolt. Ő Dombó Zsolt a belvárosi gyülekezetből, és néhány kérdést fogunk átbeszélni, hogy hogyan tovább. A Krónikák első könyve 12. fejezet 32-es versét ismeritek, hogy Isakár férfiai, akik fölismerték, az idő alkalmas volt, tehát hogy tudják, hogy mit kell Izraelnek tennie. És nem csak ők tudták, hanem voltak fő emberek körülöttük, és azok mind-mind hallgattak a beszédükre. Tehát egy olyan időt élünk, amikor fontos tudni, hogy mit kell tennünk, hogyan kell tennünk, és azt meg is tegyük, legyenek olyan emberek, akikre hallgatunk. Köszöntelek, Zsolt, úgyhogy megérkeztem. Mi van a szívedbe, hadd halljuk. Egyetértek ezzel, ugye főleg azzal, pláne és a te visszatérő tanításod, már évek óta egyébként nem most kezdted ezt el, hogy a kenet, hogy az időnek a felismerése, hogy mikor mit csinál az ember, megvan az ideje a vetésnek, adattásnak, stb. És most tényleg az az időszak van, amit mindenhol elmondanak, világi politikusok is, hogy történelmi idő, és ilyenkor nem mindegy, az ember mit csinál. Tehát ilyenkor kell nagyon, nagyon azt tudni, hogy minek van ott az ideje, mert ráadásul vissza nem térő pillanatok vannak. Tehát amikor ilyen kairosz időzítések vannak, lásd, amikor ugye Dávid kérdezte, hogy na most támadjak, és akkor Isten mondta, hogy amikor hallod a lépteket. Tehát vannak időszakok, amikor nem általános irányítása van Istennek, hanem valóban egy konkrét korszakra való lépéseknek a tanácsadása van Istentől, és azt meg kell fogadnunk. Olyan különleges időket élünk, hogy itt voltak a választások előtt is, nagyon sok minden eszkalálódott a levegőbe, légtérbe, atmoszférába, kapcsolatokba. Isten népe között is, meg egyébként is nagyon sok minden forgott. Aztán ott volt a választások előtt egy nappal, április 2-án volt egy nap a nemzetünkért, egy országos, de azon túl is, tehát lehet azt mondani, hogy nem csak országos, hanem nemzeti összefogás, ima és dicsőítés az egész nemzetért, az egész országért. Minden megye székhelyen, de azon túl is nagyon sok város bekapcsolódott, határokon kívül is, és dicsértük együtt az Urat este 5-től 7-ig, és magasztaltuk őt, és közben jártunk, mert érezte egyre több közösség felekezettől függetlenül is, és ebben benne volt karizmatikus, evangéliumi, történelmi felekezetű közösség is, hogy olyan idő van, hogy oda kell állni, és szellemben aktívnak kell lennünk, nem tudom elhagyni magamat, mert valamit cselekednünk kell. Hogyan érzed, hogy ugye most vége van a választásoknak. Lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy fantasztikus, nagy keresztény esemény, egész nemzetre kiható esemény volt az április 2-a is, hiszen nagyon sok közel 50 városban voltak dicsőítések és Isten imádások, közbenjárások egy időbe egyszerre, ugyanazon közbenjáró biblia versekkel, és ugyanazon dicsőítő szavakkal, énekekkel, de most elindul egy új időszak, most ebbe az időszakba mire is érdemes odafigyelni szellemben? Mire érdemes odafigyelni közösségenként? Mire érdemes odafigyelni vezetőként, szolgálóként, gyülekezetbe, hogy el ne távolodjak, el ne tántorodjak, tudjam, hogy merre van az éjszak, merre van az egyenes, és merre van az igaz, merre van a hamis. Vajon mik azok a pontok, amik úgy benned vannak, amikre érdemes, illetve nagyon fontos ebben az időszakban odafigyelni,
hogy közbenjárással, őrállással, esedezéssel, aktív hozzáállással részesei legyünk annak az isteni fantasztikus munkának, amit most ő végez ebbe az országba, ebbe a nemzetbe. Ugye volt egy úgymond sikerélmény, mert megtapasztalták a résztvevő közösségek, akár történelmi, akár karizmatikus oldalú közösségek voltak, de tényleg mindenki megtapasztalta az egységet, amiről idáig sok tanítás volt, sok beszéd, de most gyakorlatilag meg lehetett tapasztalni. Megtapasztaltunk, azt mondom, szerintem ugye imáknak a gyümölcseit láthatóba átjött, hogy igenis a testületiség, amikor egy egyház, egy gyülekezet, egy közösség, egy városi gyülekezet kezdeményezés testületileg lép fel egy-egy témában, akkor igenis van mennyei hatalma, van kormányzati felelőssége. És éppen ebből kifolyólag, hogy volt egy ilyen siker, egy ilyen belekóstolás abba, hogy ez működik, ezt tudjuk együtt is. Szerintem most nagyon fontos, hogy ne engedjünk ki. Tehát most ez nem a végállomás volt, hogy most lett egy választási eredmény, aminek azt gondoljuk, hogy van egy történelmi jelentősége is helye, hanem most van az a 4 év, vagy az az időszak, amikor az egyháznak folytatnia kell az együttműködést, folytatnia kell nevén nevezni a dolgokat. Például nevén kell nevezni majd azt, hogy próféták, hogy apostolok, hogy pásztorok, hogy vezetők, hogy ezeknek nem az a jelentősége, hogy most egy címet hordoz valaki, hanem ennek van szellemi, felhatalmazott jelentősége, és ha ezek az emberek mögöttük a gyülekezetek összefognak, akkor igenis városokban tudnak szellemileg kormányozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az évi egy esemény, hogy most összeálltunk egy valamire, ez biztos, hogy szaporodni fog, tehát itt nem évi egy lesz, hanem itt negyed évente, fél évente, havonta, tehát meg fog jelenni az a fajta együttműködés regionális és városi szinten, ami szükségessé teszi, hogy az egyház tényleg kormányozzon. Egyébként ezekről szintén beszéltél, csak jelzem, már évek óta. Úgyhogy ezt csak azért mondtam, hogy te is tanítottál erről már évek és hosszú idejek óta, hogy nagyon sok minden, amiről tanítottunk, az most jön át a láthatóba. Egy kicsit azt érzem, mint amikor az Úr igéje is azt mondta, hogy királyok, meg proféták, meg vezetők vágyták látni azokat a korokat, amiket ma most vagytok, és most egy hasonlót ilyet érzek, hogy előző nemzedékek egyházi korszakban vágytak arra a dologra, amiben most kezdünk belelépni. Uh-huh. Te is évelején is, de nem csak évelején, hanem azóta is már tettél föl olyan profétai üzenetet, ami az országgal kapcsolatos, a jövővel kapcsolatos, hogy hogyan, merre. Én azt érzékelem, hogy amit te is mondtál, hogy másodikán ezzel a közös ima és dicsőítő estel valamit átélt Isten népe, hogy az isteni tekintély és hatalom, máshogy fogalmazva, amit a Máté evangéliumában olvashatjuk, akár a 16., akár a 18. fejezetben, a mennyek kulcsa, Isten királyságának a kulcsai, vagy Izajás, ahogy mondja, Dávid kulcsa. Igen. Tehát, hogy vannak olyan kulcsok, amiket elkezdett használni Isten népe. És pont amit te mondtál az előbb, hogy az apostolok és a proféták, a pásztorok, tanítók, evangélisták, hogy itt az ideje, hogy fölkeljenek, és ezzel az Istentől kapott tekintéllyel, felelősséggel éljünk. És úgy gondolom, hogy annak az ideje van, hogy az őrállás, a közbenjárás egy profétai figyelő, vigyázó hozzáállás egyre több vezetőnek a szívébe úgy megjelenjen, úgy fölfakadjon, és fölismerve az Istentől kapott testületi tekintét és hatalmat, másokkal együtt az egybeszerkesztésre valahogy így oda szánva magunkat,
fölismerjük azt, hogy mi minden a mi felelősségünk, hogy mit engedünk meg, vagy mit engedünk be az országba, nemzetbe, és mit nem engedünk, mit tiltunk, mielőtt zárjuk le a szellemi ajtókat. És ami láthatóban utána meg tud történni, az nagyban attól függ, sokban attól függ, hogy mi az, ami felelősséggel tud Isten népe, Isten népének vezetői élni most ezekben a napokban, az elkövetkező időszakban. Benned milyen olyan főbb ima pontok, vagy stratégiai, közbenjárási, őrállói pontok vannak, amikre benned az van, hogy fontos most nagyon odafigyelnünk, imádkoznunk, közbenjárnunk, vigyáznunk szellemben, és ha szükséges, akkor lezárjunk kapukat, ha szükséges, kinyissunk ajtókat. Hát beszéltünk is erről, de nagyon a szívemen van, hogy, és nyilván ez nem egy megállítható, de azt gondolom egy lassítható, és nekünk nagyon fontos, hogy lassítsuk, hogy egy elképesztő hitetés kezd felszabadulni az egész világban. Nem akarok nagyon belemenni a politizálásba, de ha megnézed, hogy gyakorlatilag az ukrán-orosz háború kapcsán valami nagyon kiderült, hogy mind a két oldalról elképesztő dezinformációs áradat zajlik, gyakorlatilag a médián keresztül megítélhetetlen, hogy mi történik, vagy milyen mértékben történik. Elképesztő, nagyon rossz megítélések szabadulnak fel. Utoljára azért ilyet a 30-as években lehetett érezni Európában, amikor konkrét nemzet vagy népek, népcsoportokat kollektíven büntetnek. Itt most az oroszokra is gondolok, hogy a vezetőik bűnéért. Ez azért nem volt példa Európában a második világháború előtt óta. És ez is egy figyelmeztető jel. Magyarországon egész egyszerűen még egy ilyen józanságot, én úgy gondolom, hogy jelen van, és ezért mindenképpen imádkozni kell, hogy a vet a politikai vezető, lehetnek az egyház vezetők, lehetnek a családfők, tehát egyszerűen az országban a józanság mellett az ne folyjon el. Kulcskérdésnek tartom, mert a hitetés az akkor lesz a világban, ugye, főleg a végén, amikor az ige is azt mondja, hogy ha kell, még a választottakat is el akarja hitetni a sátán. A másik, hogy amiről te is sokat szoktál beszélni, de most nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy tudjuk, teológiákban benne van, vagy legalábbis a karizmatikus részen igen, a többit nem tudom, de a vezetőkért, a pásztorokért, a családfőkért való imádság, az most nagyon fontos lesz. Hiszen ahogy konfrontációk növekednek, szellemileg is, nyilván a fejek kapják a legnagyobb ütést, akár családfő, akár egyházfő, akár politikai fő, és a pásztorok vezetőkért való imádságról beszéltünk is egyébként, tehát nem az én bölcsességem ez egyedül, az, hogy ezekért az emberekért most különösen fontos, hogy elkezdjünk megint tudatosan imádkozni, ha még valaki nem tette meg. Az országban pedig egyértelmű, hogy valahogy egy gazdasági megerősödés, ami egyébként szerintem azért zajlik, most egy olyan vihar jön, egy ország vagyunk, nyilván egy globális hatások alól nem tudjuk kivonni magunkat, de Gósen földjének az alapján azért nagyon sok mindenből ki lehet maradni. Ha jól imádkozunk, és ez valóban az át tud menni a világi döntéshozatalok másik bölcsessébe, természetfeletti csodákba, ötletekbe, innovációkba, tehát én ezekben hiszek, hogy Isten meg tud így áldani egy országot. Igen. Pont ez a Gósen földje, ez bennem is nagyon bennem volt, mert igen. Éveken át ezért imádkoztunk, hogy hadd legyen Magyarország itt Európába, de nem csak Európába, hanem egyáltalán a világba, hadd legyen Magyarország egy olyan terület, ahol Isten egy külön oltalmat, védelmet tud adni bárki, aki ide jön, mint Gósen földjén, hogy az áldás valahogy tudjon itt működni. Az biztos, hogy óriási
nagy szüksége van a vezetőknek. És mondtad itt most a pásztorokat, az egyházvezetőket, eklésiába szolgálókat, és úgy van bennem, amit a Timóteushoz írt Pál a levelébe, hogy szüksége van a politikai vezetőknek is óriási módon, igazából minden vezetőnek most. Tehát keresztények, felelősek vagyunk most. Akár vezető vagy, akár nem, akár szolgáló vagy, akár nem, felelős vagy azért, felelősek vagyunk azért, hogy a vezetőkért imádkozzunk. Ha politikai vezető, akkor azért. Hát most képzeld, de hát két emberen múlik most nagyon sok 100 millió embernek a sorsa. Két emberen. És az egyik az orosz elnök, másik az ukrán elnök. Lehet látni az EU vezetésébe is olyan kulcs embereket. Vagy lehet látni a különböző országokban, ugye választásokat, két hét múlva lesz Franciaországban is az elnökválasztás. Most minden személyektől elvonatkoztatva azt lehet látni, amit te is mondtál, hogy szinte 100 éve nem láttunk olyan dolgokat, mint most. 100 éve meg még nem láttam, az a helyzet, én sem megtese. De az a helyzet, hogy nagyon sok olyan dezinformáció, embereket megtévesztő, utolsó időknek jeleit mutató események, trendek, és csak így összeírogattam én is néhány ima témát, ami rendkívül fontos most imádkozni az orosz elnök, az ukrán elnök, de a magyar vezetőkért is nagyon fontos. Nagyon nehéz helyzetben vannak a külpolitikai kapcsolatok, akár az EU-val, akár az orosz, akár az ukrán dolgokkal. Van egy ördögi erő, ami mindenképpen bele akar vonni a háborúba, nem csak a magyarokat. Másokat is. Miért? Mert az ördög az azért jött, hogy jöjjön, lopjon, pusztítson. Ha sikerül belevonni, akkor már legitim módon ő ezt tudja végezni. De amíg sikerül azon kívül maradni, addig nem. Meg hát azt is kell látni, hogy kicsi ország vagyunk, szövetségi rendszerekbe vagyunk, nagyon semlegesek nem tudunk lenni, csak a szövetségi rendszerekbe tudunk mozogni, hogy adjon Isten ehhez kegyelmet, hogy azok a, nem tudok másképp fogalmazni, antikrisztusizálódó vezetők Európába, országok élén, EU élén, ne tudja az ördög úgy használni őket, hogy akár a magyar nép, akár a magyar nemzet, vagy más emberek egyszerűen ördögi sátáni befolyás alá kerüljenek. Természetesen, amit te is mondtál, nem tudjuk elkerülni, de késleltetni tudjuk, és bízom abban, a bibliai példák és történetek buzdításán keresztül, hogy azért adta Isten azokat, hogy azokból okuljunk, tanuljunk, és vegyünk példát belőle, bátorságot, hitet, hogy egyfajta Gósen földjét hadd tudjuk itt Magyarországon létrehozni imával, közbenjárással, egy szellemi őrállással, profétálással, egy szellemi felelősség felvállalással, akár a magyar gazdaságért, a háború minél előbbi befejezéséért, a vezetőkért is, ahogy mondtad, nem csak politikai, hanem egyház vezetőkért. És akkor ott van bennem egy másik nagy dolog, hogy ugye most Magyarországon úgy éljük meg, hogy a pandémia, legalábbis ez a Covid pandémia, ez most mintha lecsengett volna, bár azért hallatszanak a hangok, hogy várható, hogy jön vissza. Ugyanakkor lehet látni különböző tanulmányokba, de nem kell ehhez azért tanulmány, mert a hétköznapi kapcsolatainkba, akár gyülekezetbe, akár gyülekezeten kívül is azért megtapasztalhatjuk és láthatjuk, hogy ott van a mentális betegségeknek a pandémiája, szinte olyan módon elárasztotta
a világot és az embereket, ahogy előtte nem. A stressz, a szorongás, a depresszió, akár a álmatlanság, az alkohol, a kábítószerfogyasztás, ami előtte nem. Vagy akár a bizalmatlanság, akár a megosztottság, a rágalmazás, akár a tájékozódó képesség elvesztésének a világjárványa. Ott van, hogy ezekben, ha nem függesztjük a szemeinket a biztos hajnalcsillagra, akkor nagyon könnyen eltéveszthetjük az irányt. Iránytű, iránymutatás, azt tuti, hogy a láthatatlanokról nem vehetjük le a szemeinket. Kell látnunk a láthatatlant. Abszolút egyetértek, és az iránytűre rá is csapok. Én azt gondolom, hogy az egyháznak, és itt nem politikai felhangról beszélünk, de nagyobb vagy jobban az irányt, az időzítést, hogy milyen időkben élünk, milyen irányok várhatók, azokban hogy érdemes mozogni, azt mind az egyház felé kell egyre inkább hirdetnünk, publikálnunk, mint pedig a világiak felé. A világiak felé pedig nyilván egy megoldásként, hogy a megtérés, az egyedüli megoldás afelől, hogy kimeneküljenek az emberek az egyre nagyobb szorongás, a háborúk és a többi, ezeknek a következményei alól. Tehát én úgy gondolom, hogy mi most egy szellemi világháború kellős közepén vagyunk, vagy most indul, vagy zajlik, láthatóvá válik. Mi tudjuk, hogy az Úr visszajön értünk, mi tudjuk, hogy a királyság az győzni fog, de azt is tudjuk, hogy ezt megelőzi egy ilyen szellemi világhatalmak összecsapása itt a bolygón. És erre az egyháznak egy jelentős része szerintem idáig nem lett felkészítve. Azt tudom, hogy a te gyülekezetedet azt te készíted évek óta, tehát ez nem rád vonatkozik. Te is. Meg vannak karizmatikus gyülekezetek, ahol ezt azért már évek óta hirdetik, de én azt gondolom, hogy ez egyre inkább, ez egy nagyon fontos dolog lesz, hogy a fő fókusz az legyen, hogy a mi otthonunk az a mennyben van, a mi otthonunk az a Jézus Krisztus királyságából származik, annak az állampolgárai vagyunk, és annak megfelelően most egyetlen egy dolog a fő prioritás, hogy mentsd az életet, mentsük az életeket. Ez akár lehet a lelki depresszióból, ugye a pandémia nyomások alól, hát meg itt olyan fölfordulások lesznek még, akkor muszáj, hogy egy erős egyház, aki a hitében erős, amik már fölébredtünk arra, hogy ki a mi királyunk, a mi úrunk, hogy ő a megtartunk. Ha hitből hitbe mennek a dolgok, hogy amikor ez megtörténik, akkor egy ilyen egyház vonzó lesz, egy szeretetteljes egyház az vonzó lesz, és menedékhely lesz a világ számára. És én ezért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy az iránytű és az építkezés az az egyház számára is nagyon fontos. Tehát van egy evangélista irányultságom is, meg van egy református irányultságom is, de ez, hogy nem egy gyülekezet fogja levezetni az ébredést, nem egy gyülekezet lesz, igen, a gyülekezet, hanem itt, városokban, közösségekben összefogott gyülekezetek építik fel azt a hálót, ami fel tudja majd fogni a menekülők, a megtérők tömegeit, és nekünk erre kell készülni. Ez kell, hogy a fókusz legyen. És ebből kifolyólag, bocsa, hosszú ér, de mi ezért imádkozunk a politikáért. Tehát nekünk ezért van fókuszban a politika, nem azért, mert politikai hatalomra törünk, vagy mert valakik akarunk lenni, hanem azért, mert az ige azt mondja, hogy amíg van lehetőség az evangéliumot hirdetni, a nyugodt, csendes, Istenfélő életet lehet élni, azért, hogy hirdettessék az evangélium. És nekünk ezért kell a politikusok mellé állni, a hatalomban levők mellé állni, hogy ne a hitet és szellem alatt döntsenek, hanem az Isten vezetéseből fakadó erkölcsi döntéseket merjenek meghozni. És itt megállnék egy pillanatra, megint nem politizálok, de gondoljátok bele, a hittestvérekhez szólok, hogy mi, akik hiszünk, akiknek van látásunk a Bibliából valamire, hogy a jövő meg a jelen nagyjából hogy néz ki, mi milyen nehezen hozunk meg hitbéli döntéseket, erkölcsi döntéseket. Igen. Milyen nehéz lehet egy világi politikusnak, akinek nincsenek ilyen kapaszkodói, vagy ilyen szilárd kapaszkodói, és neki tényleg valami benyomása van, van egy látása a világképe, amit mondhatjuk az Isten vezetése, de gyakorlatilag mennyien beszélnek ellene,
4 millió ember átkozza minden nap. Szóval ezek olyan erők, olyan terhek, hogy ezért muszáj, hogy legalább az Isten népe álljon oda. Ez nem pártpolitikai kérdés, ez a Krisztus követésének a kérdése, hogy mi imádkozzunk a vezetőkért. Védő falat építsünk fel körülöttük. Teljesen egyetértek. Csak azt akartam mondani, hogy az Eszter jutott eszembe, az Eszter királynő. Na, mert hogy erre az időre van ez az egyház itt. De valahol azt gondolom, hogy Magyarország is egy Eszter helyzetben van a nemzetek felé, és ezt föl kell vállalni, mert akkor Isten egy másik nemzetet fog kiválasztani, mert hogy lesz prófétai világítás a nemzetek között nemzeti szinten, az biztos. Igen. És én azt gondolom, és ezt te is tudom, hogy te is ezt gondolod, és sokan ezt gondoljuk, hogy Magyarország most megkapta ezt a fáklya vívő szerepet, és ezért én rettenetesen izgatott vagyok, hogy ezt jól éljük meg, ezt ne ejtsük ki a kezünkből. Igen. Igen. Nagyon egyetértek, mert én magam is itt fölírtam, fölskicceltem magamnak Esztert pont. De nagyon örülök, hogy ezt előhoztad, mert az van bennem is, hogy ez egy olyan, hát nem tudom, hogy mikor adódott ilyen lehetősége az országnak, talán a 16. századnak az elején, vagy közepén adódhatott ilyen lehetősége a reformáció idején, elején az országnak, mint most. De talán most még nagyobb lehetőséget adott Isten. Adjon ehhez kegyelmet, és itt az ima témákhoz, amiket te is mondtál, tehát amikor imádkozunk mi az országunk vezetőjéért, nem azért, mert politikailag egyik oldalra el vagyok kötelezve, hanem azért, mert el vagyok köteleződve a menny számára. Így van. El vagyok kötelezve az Isten királysága számára. El vagyok kötelezve amellett, hogy az emberek megmeneküljenek. El vagyok köteleződve amellett, hogy az aratás itt tudjon minél tovább működni. Minél több ember be tudjon kerülni Isten szeretete, Isten jósága kar ölelésébe is megmeneküljön, üdvösségre jusson. És ezért kulcskérdés az meggyőződésem, hogy az elkövetkező időkben keresztény vezetők, gyülekezet vezetők, közösség vezetők összejöjjenek, és nem azért, mert most mindenbe egyet kell, hogy értsenek, hanem azért, hogy Isten királyságának a főbb pontjaiért, céljaiért együtt tudjunk imádkozni, együtt tudjuk Istent keresni, együtt tudjuk Istent dicsőíteni, hogy minél több városban, minél több helyen pásztorkörök tudjanak létrejönni, olyan közösségek tudjanak létrejönni, akik másokért felelősséget vállalva odaállnak Isten elé, a másikat elfogadva, tolerálva, Krisztusi szeretettel, mert olyan idő van, olyan idő jött el, hogy hitvalló, tanúságtevő, önzetlen, krisztusi élet nélkül lehetetlen lesz keresztényként működni. Így van, abszolút. Nem szeretik ezt sokan hallani, de ugye visszatérő toposz nálam, hogy biztos vagyok benne, hogy a szétválogatás elkezdődött, tehát a szétválasztás. És ugye sok keresztény gondolja azt, hogy az elragadtatás a következő esemény, amit vár az egyház. Ha a Bibliát jól megnézzük, akkor nem. A következő esemény az elragadtatás előtt az a szétválogatás, a szétválasztás. És most ez zajlik, ez kezdődött el, és most ezért megint az időkre vissza, amit te mondtál, te hoztad föl a kenetet, az idők felismerésének a kenetét, hogy tesók, itt most ezek már üdvösségi kérdésekké kezdenek lassan válni, hogy milyen döntéseket hozok. És van még egy dolog, amit én szeretnék ide behozni, és nincs is akkor küzdünk, tehát pásztor vagyok, de én akkor is gyülekezett párti voltam, amikor nem voltam pásztor, és akkor is gyülekezett párti voltam, amikor éppen nem úgy nézett ki a gyülekezeti életem, hogy aj de jó, csak az ige alapján is lehet ezt tudni, de sokan mondják azt, hogy itt online, meg nem tudom, nem kell gyüli,
Meggyőződésem, hogy ezekben az időkben, hetekben, hónapokban, években a személyes közösségek, gyülekezeteknek a szerepe az vissza fog értékelődni, vissza fog állni, mert az online-ról ki fognak bennünket söpörni egy idő után, igen. És maradni fognak a személyes istentiszteletek, személyes közösségek, úgyhogy Krisztus teste az nyilván most törjünk be a nettel a világhálóra, amit csak lehet nyomjuk, de a lényeg az a kapcsolatok. Tehát nem szabad, az én szerintem nem az online térre kell ráerősíteni, vagy nem azt kell a fő fókuszba rakni, hanem vissza kell állnunk arra, hogy a gyülekezetben, a gyülekezetet hogy építjük, egymással való kapcsolódások, stb. Igen, ez egy érdekes dolog, mert amit mondasz, gyakorlatilag azt is látjuk, hogy ugye megtörténtek a lezárások, bejött az online, és utána megtörténtek tavaly a nyitások, és az emberek nem jöttek mindenki vissza. Aztán most már szabadon lehet jönni-menni. Egy része elidegenedett az isteni élettől, a közösségi kapcsolatokról, mert az a helyzet, hogy nem kényelmes. Tehát ebben van... Minden személyes kapcsolódásba, rendszeres közösségtartásba vannak súrlódások. Sokkal kényelmesebb otthonról, mert kikapcsolom. Csak hogyha elszokok tőle, akkor van úgy, hogy be se kapcsolom. Mert van más csinálni, vasalnom is kell, ki kell takarítani, főznöm is kell, gyerekkel is kell foglalkozni, a feleséggel is kell, stb. Stb. És egy idő után el tud az ember idegenedni ettől, és pontosan egy nagyon érdekes dolog, hogy gyülekezeteket nézem, és te is látod a gyülekezeteket, elég sok gyülekezet vezetővel van kapcsolatod, neked is, és nekem is, és látjuk, hogy van egy réteg, aki régen mondjuk úgy benne volt a sűrűjébe, és most nincsen benne a sűrűjébe, nem hagyta el az urat, csak nincs meg az az elkötelezettség, nincs meg az a szenvedélyesség, és úgy gondolom, hogy most egy olyan időszak van, hogy újra egy döntésre kell segíteni ezeket az embereket, mert el kell dönteniük, hogy az, hogy ők szeressék az Urat, hogy az első nagy parancsolatot betöltsék, és a másikat, hogy a testvéreket, az embereket, embertársakat, nem tudom, csak online. Nem tudjuk megcsinálni, hanem mert bele kell adnom az időmet, bele kell adnom a lényemet, a személyiségemet, az időmet, hogy elutazzak, a fáradtságot, hogy ott legyek vele, hogy utána elutazzak, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan, amit te is mondtál, ez egy fölkészülési idő. Egy olyanra, amiről fogalmunk sincs, hogy mi lesz. És pont egy olyan, azt lehet látni, hogy nemzetközi szinten is valahogy a nemzetek így kezdenek polarizálódni, szétválni. Ami a kecskék és a juhok, nekem ez egy szintén egy veszőparipám, kezdenek a kecske és a juh nemzetek úgy elkülönülni. És lehet látni, hogy gyakorlatilag a migránsok befogadása, az még lehet látni, hogy önmagában nem tesz jó nemzetté. Bizony. Mert a szív sem mindegy, hogy milyen szívvel csináljuk ezeket. Hogy a Krisztusért teszem-e, egy olyan lelkülettel teszem-e. És lehet látni azt, hogy ahogy említetted te is, a törvénytelenség, ahogy növekszik, ugye van, ami most még visszatartja, és ott van az a most még, tehát ez azt jelenti, hogy lesz olyan idő, amikor nem fogja tudni visszatartani, de most még az eklézsia vissza tudja tartani, és föl tudja tartóztatni ezt az áradatot, és itt Magyarországon egy feladatunk van, az eklézsiának, hogy egybe szerkesztődve, egybe összefogva, testületileg, baráti,
testvéri körökként együtt csináljuk, mert külön-külön nem tudom, se én, se te, se a harmadik, se a negyedik, de együtt meg tudunk állítani dolgokat, föl tudjuk tartóztatni, és én hiszem, hogy most van itt annak az ideje, hogy a alázatoskodás, a szerénykedés, a visszahúzódás, ez már nem fog menni, hanem föl kell vállalnod azt, hogy milyen ajándékod van, milyen elhívásod van, és azzal ki kell állni. És azt mondja, az, aki az Úré ide hozzám, és ismerős a kiáltás, de hogy föl kell vállalni az elhívást, föl kell vállalni, ha valaki pásztor, ha valaki apostol, ha valaki proféta, ha valakinek van kijelentése, föl kell vállalni. Rész szerint van, és tévedhet az ember, hibázhat, de pontosan ezért van a testületiség, a közösség. És úgy hiszem, hogy egy olyan időszakot élünk, hogy az Istennek a szava egyre inkább fölértékelődik. Isten profétai szava, ami most a jelenben aktuális üzenete, egyre nagyobb értéke lesz, és nem csak a keresztények között. Így van, így van. Egyetértek, és ugye nem téged akarlak most felemelni, meg dicsérni, de ugye erről is beszélsz már évek óta, meg mások is, de teljesen mindenképpen ez a, amikor a törvénytelenséggel szemben ellenálló és azzal így harcoló eklézsia, ami föláll és hallatja a szavát, és ez önmagában ehhez, ez nem elég, hogy a Bibliát csak úgy megfogod és kinyitod, és azzal harcolsz, hanem tudni kell az időkben, hogy éppen most Isten mit mond, aktuálisan mit mond. Egy politikai helyzetben, egy gazdasági, egy háborús helyzetben éppen most merre felé kell menni, és ehhez megint csak az kell, hogy a testületiség az ne csak egy elmélet legyen, hanem valóban emberek merjenek fölállni, merjék azt mondani, hogy apostol, merjék azt mondani, hogy proféta, hogy pásztor, hogy tanító, hogy evangélista, merjék ezeket mondani, merjük őket is engedni. És amit most nagyon én a személyes életemben nagyon látok, hogy a világiak, az ellenállók is figyelnek. Tehát most, amiket az egyház valahogy megnyilatkozik, ha mond valamit, és ott abban van élet, van Istentől való bölcsesség, akár egy helyzet magyarázására, azt már világiak is hallgatják és nézik. És ez egyrészt nagyon jó, mert a szavunk most olyan helyzetek vannak, amiben az emberek beütik azt, hogy nem tudom, antikrisztus, és akkor fel fog dobni nagyon sok pásztornak a publikációját, hogy a jelenlegi helyzetben ki az, mi az, hogy mozog. Igen. És ha valaki ott hülyeséget beszél, az egy dolog, de amikor valaki Isten által beszél, bölcsen, iránytűn, iránymutatóan, azokra a világiak is figyelni fognak. És én azt gondolom, hogy egyre több ilyen világi megkeresés is lesz, ilyen Zakeus, vagy Nikodémus módján, hogy titokban oda jönnek hozzánk, és megkérdezik, hogy miről mi a látásunk, vagy véleményünk, és ez azt gondolom, hogy felértékelődik valóban az Isten szava a társadalomban, a prófétai szava. Szerintem most ez nagyon fontos lesz. És, bocsánat, ezt el akartam kilukadni, és hallatni kell a hangunkat. Én januárban azt kaptam az Úrtól, csak nyilván még nem tudtam megcsinálni, de adott egy szót, azt mondta, hogy hallasd a hangodat, de ez nem nekem szólt, csak, hanem az egyháznak, hogy az egy ilyen mozgalom szinten, hogy hallasd a hangodat, nekünk most beszélnünk kell, most szólnunk kell, mert most van az az idő, amikor az Isten népének, mint profétikusan mondania kell. Nem biztos, hogy erre lesz 5 év múlva lehetőség. Így van, így van. Sőt, igen. Isten most adott még, én úgy gondolom, egy kegyelmi időszakot Magyarországra, úgyhogy április 2-án, amiről beszéltünk, közös különböző városokban, megyeszékhelyeken és más városokban is a közös Isten dicsőítés, imádás, aminek ti is elkötelezett hívei vagytok az egész gyülekezettel, és nagyon a prófétai dicsőítésnek és imádásnak a zászlóvivői vagytok ott Budapesten. A
megtapasztaltuk azt, és megtapasztalta nagyon sok olyan közösség, aki ebbe eddig nem lépett, csak kívülről, vagy messziről, távolról figyelte, vagy nem figyelte, de most megtapasztalta nagyon sok közösség és vezető is, hogy a közös Isten dicsőítés és Isten imádás valami olyasmit cselekszik, ér el, munkál, amit nem lehet fizikailag egyébként, nem lehet elmével, emberi elővel megcsinálni. Szellemben megnyílnak lehetőségek, szellemben ajtók nyílnak meg. Van, aki úgy fogalmaz, hogy a menny, van, aki úgy fogalmaz, az ég megnyílt fölöttünk. A Zsoltáros is beszél erről, hogy a kapuk megnyílnak. Ilyenkor a dicsőségnek a királya dicsőséggel bejön, vagy a másik, a Zsoltáros úgy mondja, hogy egyszerűen a dicséretek között Istennek a hatalma, Istennek az uralma megteljesedik, mert a trón székével megjelenik, mert ott trónol, és ott uralkodik. És úgy gondolom, hogy eljött annak az ideje is, hogy Isten népe a különböző stílusokkal, meg módokkal együtt, és attól függetlenül is elkezdje szellemben és igazságban szív szerint imádni és dicsérni együtt Istent. És úgy hiszem, hogy ebből volt egy kóstoló, de adjon ebből, hát a gyülekezetünknek ez a neve, hogy Dávid sátor a gyülekezet, és az apostolok cselekedetébe, amikor egy nagy teológiai viszály és vitatkozás időszak volt ott a tanítványok között, hát a nagy kérdés az volt, hogy aki nem zsidó, de elfogadta Jézust messiásnak, most körül kell-e metélni, be kell-e tartani a törvényt, stb. Ez egy kardinális kérdés volt akkor, és sok más ilyen törvénybeli dolgok. És akkor erre a nagy válasz az volt, hogy én fölépítem Dávid leomlott sátorát. És nagyon érdekes, hogy a két fél teljesen megbékült. Látszólag semmi köze nincs ehhez a kijelentett igazsághoz, az a probléma, ami ment ott a diskurzus és a viszály, majd hogy nem szakadássá vált és lett, és úgy hiszem, hogy most is nagyon sok helyzetre, Isten imádásán, Isten dicsőítésén keresztül, ahogy Dávid leomlott sátorát helyreállítja Isten, és szellemben a profétálások, az apostoli, profétai ajándékok, a kormányzás ajándéka úgy helyre kerül, és az elkezdi az eklézsia használni. Én hiszem azt, hogy nagyon sok mindent ezen keresztül Isten meg fog tudni oldani. És annak az ideje van, amit te említettél Esztert, hogy közben járjunk, kérjük az Urat, hogy egyre több Eszter, Dániel, József, Márdokeus, Sidrák, Misák, Abednego, vagy Kúsai, most így ezek jutottak eszembe, akik oda kerültek Isten rendeléséből, terve szerint, hogy az ő üdvtervét tudják előbbre mozdítani, az ő népére tudják Istennek a kegyelmét ráhozni, azáltal, hogy kormányzók, vezetők, királyok, uralkodók mellé helyezte őket Isten, és rajtuk keresztül adott tanácsot, rajtuk keresztül adott isteni befolyást vezetőknek, ami utána millióknak az életét határozta meg. Úgy hiszem, hogy ennek is az ideje van, hogy imádkozzunk nem csak az országunkért, hanem más országok vezetőiért is, hogy rendeljen oda melléjük ilyen személyeket. Te hogy látod ezt? Hát megint csak unalmas leszek, abszolút egyetértek veled. Azt ugye nagyon érdekes volt, ugye évek óta látni például nálatok a hídőcsítésetek az abszolút egy ilyen szellemben és igazságban való imádat és dicsőítésnek egy kulcshelye volt, és teljesen különleges volt nagyon sokáig. Aztán most ez kezd megjelenni több más gyülekezetben is, és én is azt gondolom, hogy egyre több helyen lesznek nem csak dicsőítő estek, amikor dicsőítenek a dicsőítők, az is jó, hanem amikor ilyen
ott, hogy mondjam, amikor tényleg szellemben az aktuális Szent Szellem vezetése által való imádatba mennek, mert ott sokkal jobban megnyilvánul majd Istennek az aktuális akarata, kijelentése. Én hiszem azt, hogy szózatok jönnek le ilyenkor, a szózatokat, beszédeket ki kell hirdetni ilyenkor, a kihirdetés helyévé válik a ilyenkor egy gyülekezet. Mi szoktuk azt mondani a saját gyűlünkre, hogy a kihirdetés helye, de ezzel nem azt mondjuk, hogy más gyülekezetben nincsen, hanem avval a látásmóddal kell rendelkeznünk, hogy a gyülekezetünkben igenis ki kell hirdetni Istennek a szavát, akaratát és végzését, nyilván azt is, ami le van írva, meg azt is, amit aktuálisan a Szent Szellem a trón mellől kijelent. És a másik, amire én, hát most már sokkal, nem pipább vagyok, csak egyszerűen, nem tudom, hogy azok a hangok, akik azt mondják, és érthető, amikor azt mondják, hogy az egyház, meg a politika, meg a hatalom, és akkor jön egy ilyen dolog, de ezt a látást kell, hogy kapjanak a hívők arra, hogy valóban egy-egy király, egy-egy vezető, egy-egy kormányzat milliókról dönt. Tehát neked ne legyen mindegy. Nekünk nem mindegy, hogy még mennyi idő van hátra az evangelizációra, nem mindegy, hogy háborúk dúlnak, vagy békességben tudnak zajlani ezek az évek, és ezért egyszerűen muszáj egy könyörülő, szerető szívvel imádkozni, hogy különböző városokban, önkormányzatokban, Magyarországon, máshol is környező országokban, de valóban jó Istentől lévő tanácsadók támadjanak, mert, és most a másik része, az ilyen fanyalgó hangok, vagy inkább úgy mondom, hogy látás nélküli hangok, és bocsánat az erős kifejezésért, azok nem veszik figyelembe, amikor elítélik az egyháznak az ilyen jó indulatú törekvését, szellem általi törekvését a segítségnyújtásra, azt, hogy a másik oldal szellemi képviselői viszont ott vannak. Nem ott lesznek, már ott vannak. Nagyon sok elnökről, amerikai elnökről, komoly atomhatalmak törvényhozójának döntőjéről derült ki egyébként a saját önéletrajzukban, meg tudjuk most is a real time-ban, hogy varázslókat, jósokat, asztrológusokat alkalmaznak konkrét világpolitikai döntések meghozatala előtt. Igen. Tehát Isten szavának miért ne lehetne ott? Miért nem állhat meg Egyiptom fáraó előtt a Mózes, és igenis hirdesse ki az Istennek a szavát? És még egy utolsó gondolat, csak én harciasabb oldalról fogtam meg mostanában a dolgokat, de hát ebben megyik, azért szerintem ebben te is zászlóvívő vagy, hogy amikor azt mondjuk, hogy bizonyságú lesz ez minden népnek, hogy amikor legyőzték a sátánt a bárány vérével, nem kimérték az életüket, mint halálig. A bizonyság nem csak azt jelenti, hogy mindenki megtér, hanem van bennem egy olyan tűz, hogy Isten igazságát szolgálja az egyház, nagyon fontos funkció szerintem, amikor mi kihirdetjük, akkor is, ha nem tér meg, akkor is, ha nem változik meg egy politikai rendszer, akkor is, ha majd uralomra jut majd dolgok, de akkor is el lehessen azt majd mondani az Istennek, hogy nem igaz, hogy nem tudtátok, tehát ez elhangzott. Hirdették több ezer éven keresztül, és ez egy szintén egyre erősödő funkció az egyháznak szerintem, hogy ha teológiám szerint, ha lesz elragadtatás, akár így, akár úgy, de az utánunk lévő itt maradt nemzedéknek legyen tanúbizonsága arra, hogy megmondatott, amik történni fognak. Igen. És tudjanak ott még megtérni, lehetőséget kapni. Igen. Csak kicsit elkaptam. Nem, teljesen jó, és nagyon örülök ennek. Hát 50 perc, úgy nagyjából lejárt az időnk, hogy hogyan tovább. Egy imával megkérhetlek-e, hogy lezárd ezt a beszélgetésünket? Ámen. Mennyi atyám, uram, meghajtjuk magunkat te előtte, mindannyian, akármilyen gyülekezetbe, közösségbe járunk is, és a gyermekeid vagyunk. És uram, én először is bocsánatot kérek tőled, amikor megbotránkoztattuk a világiakat, a gyermekedet dolgainkért, viselkedésünkért, amire tudom, hogy kifizetted az árát, tehát a kegyelemben benne van az, hogy mi fejlődhetünk, hogy mi változhatunk. De uram, érezzük az időknek a szavát, hogy egy érett, egy fiúságban felnövekedett, megerősödött nemzet
emléknek hívtál bennünket, és szeretnénk, Uram, bölcsen, a te bölcsességeddel, a mennyből, a trónból származó, jelenlétedből származó, aktuális bölcsességeddel és vezetéseddel részt venni ebben a korszakban, hogy betöltsük azt, amire elhívtál bennünket, hogy világítsunk, hogy emberek meg tudjanak térni, hogy az aratásod, a te aratásod az végbe tudjon menni, és hogy megdicsüljön ebben a nemzedékben is a te neved, mert a te neved az egyedüli dicsőséges. És én köszönöm, hogy Magyarországnak és a Magyar Eklézsiának hitünk szerint adtál egy különleges szerepet, és én kérlek, Uram, hogy járj át a felelősség, ennek a súlya minden gyülekezetvezető, felekezetvezetőnek egyre jobban a szívét, jellemét, hogy ne is egymást győzködjük meg, hanem valahogy te győzöl meg bennünket, hogy nincs más út, csak együtt, egy halászatban, egy aratásban részt venni. Jézus nevében, amen. Amen. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, velünk voltatok. Köszönöm, hogy rászántad most ez a pihenés időszakban is ezt a néhány órát. Isten áldjon, üdvözlöm a vendéglátókat is, a családodat is, akik pedig itt vagytok, arra kérlek, hogy hát hasznosítsuk ezt az elhangzottakat, és építsük be a ima életünkbe is, imádkozzunk az elhangzottakért. Köszönöm, hogy velünk voltatok, sziasztok, 1 hét múlva, 2 hét múlva találkozunk.